Kedves nézőink, üdvözlöm Önöket! Dr. Magyar György a vendégünk. Szervusz, üdvözöllek a stúdióban! Jó reggelt kívánok! Olvasni lehetett az újságban, hogy az ügyészség indítványozta a Wörner Sadl ügyben, illetve indítványozott egy, előkészített egy döntés, vagy egy döntést indítványozott, nem is tudom. Előkészített egy vádiratot. Egy vádiratot. És a vádiratban tesz egy ajánlatot. Így igaz. Hogyha letetszenek mondani a tárgyalásról, kedves vádlottak, és letetszik fogadni azt, amit mi a vádiratban megfogalmaztunk, mondják az ügyészek, úgy jogi tényállást vonatkozásában, mint jogi minősítés tekintetében, akkor mi azt indítványozzuk, hogy a bíróság a Sadl urat, aki a végrehajtói kamara elnöke, az 10 év börtönbüntetésre, a igazságügyi államtitkár urat, volt igazságügyi államtitkár, pedig 8 év börtönbüntetésre ítéljék, ezen kívül kapjanak pénzbüntetést és megfelelő mértékű vagyonelkobzást. Ez egy ügyészi kezdeményezés, arra vonatkozik, hogy aki nem akar elmenni tárgyalásra, elfogadhatja ezeket a feltételeket, akkor hamarabb végez, és nem fogják megrángatni, hogy így mondjam. Ritkán szokták ezt a vádlottak elfogadni, mert inkább arra törekednek, hogy folyjék le a tárgyalás, mert a bizonyítási eljárásban arra számítanak, hogy nem tudnak velük szemben kellő erőt felmutatni, akár fel is menthetik őket, vagy nem olyan mélységű lesz az elmarasztalás, mint amit az ügyészi vádindítvány vádirat tartalmaz. Azon kívül az idő is elmegy, és tudjuk, a büntető eljárásokban az idő múlás nyomatékos enyhítő körülmény lehet. Azt szeretném kérdezni laikusként, hogy az a különbség a 10 év és a 8 év között ajánlat szempontjából, hogy aki csak 8 évet kap az ajánlat szerint, az még szabadon járhat, kellhet? Nem egészen van így. Nem egészen van így, ez már többen meglepődtünk, nem csak ma kezdtük ezt a meglepődést. Az elkövetés ismerté válásának pillanatában feltűnt szinte minden laikusnak és szimpatikus jövőbeni és már lévetlező bűnözőnek, hogy mi az, hogy 5 év fölötti büntetések kiszabása körében abban mérleg kategóriába esőknek nincsen letartóztatásuk. Régen úgy hívták, hogy előzetes letartóztatás, tartalmilag ugyanaz marad, csak most már letartóztatásnak hívják. Tehát, hogy 5 év alatt? Általános gyakorlat, hogy 5 év fölötti büntetési tételeknél az előzetest, mint olyat, el szokták rendelni. De az előzetesnek, már régen mondott előzetes, ma már csak letartóztatásnak, a büntetőeljárási törvényben meghatározott feltételrendszere van. Az nem lehet egy igazság szerint, nem lehet egy előrehozott büntetés. Akkor kell többek között kiszabni, hogyha a szökésétől, elrejtezésétől kell tartani. Bűnismétlés. Bűnismétlés veszélye, vagy jobban jól ismered ezt, illetőleg ha bizonyítékokat akar eltüntetni, és megnehezíti a büntetőeljárás sikerét, tanukat befolyásol, stb. Stb. Ha ezek a feltételek nem állnak fenn valakivel szemben, akkor nincs az a BV bíró, aki ezt elrendeli, vagy nyomozási bíró, aki ezt elrendeli. Ha a feltételek fennállnak, akkor pedig megvalósítják. De itt azt kell tudni, hogy a magyar igazságszolgáltatás büntető értelemben középmérték körül szab ki büntetéseket. Tehát ha egy olyan cselekmény van, ennél dupla cselekményeknél, halmazati büntetésnél 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés kategóriába esik bele ez a korrupciós cselekmény pénzmosással, egyebekkel fűszerezve hivatali visszaélést, akkor annak a középmértéke 7,5. Tehát hogyha 7,5 körül kéri az ügyész, vagy 8-at kér az ügyész, akkor körülbelül a középmértéknek megfelelő javaslatot tett arra az esetre, ha valaki elfogadná az indítványt. De mégis az a kérdésem, hogy oké, járhat, kellhet, dolgozhat, bármit csinálhat? Hát a mi esetünkben Wörner úrnél rosszabb a helyzet, mert ügyvédként praktizál. Uh-huh. Ezt nekünk, ügyvédeknek nem könnyű megemészteni. Minket ugyanis arra neveltek, arra tanítottak, és mi is ezt adjuk tovább. Eskünket is erre tettük, hogy az ügyvédi hivatásrendet meg kell őrizni, annak tisztességét és elfogadását folyamatosan alapelvként kell magunk előtt tartani. Nem tudom elképzelni, hogy ilyen vádak mellett, ilyen volt funkcionáriussal szemben folyó eljárás alatt, etikai értelemben tudomásul kell venni azt, hogy valaki praktizál, és az igazságszolgáltatás részévé válik. Mert ügyvédek között is van különböző munkamegosztás, vannak ügyvédek, akik például csak cégjoggal foglalkoznak, ingatlan ügyeket bonyolítanak.
társasági egyéb dolgokat bonyolítani, és vannak, akik tárgyalótermekbe járnak, tehát az igazságszolgáltatásnak aktív részvevői. Nem tudom, hogy Völner úrnak milyen a felkészültsége, azt sem tudom, hogy mivel foglalkozik, csak a hírekből és a újságcikkekből látom, hogy van, üzemelteti az irodáját, van ügyfélköre is, és én nem tudom, hogy jó-e az üzenete annak, hogy ilyen magatartást tanúsítások után ő úgymond az igazság megfelelő szolgálat tud lenni. Nem örülök ennek, de a kérdés úgy szokott fölmerülni, hogy hogy lehet egyáltalán nincs eltiltva. Ahogy igen, nincs, ezt akartam volna a következő kérdésbe föltenni. Ahogy nincs előzetesben se, ugye, és ilyen értelemben volt előzetesben, és hogy lehet, hogy ügyvédi praktikát lehet, miért nem fodrászkodik mondjuk, vagy gumijavítás van, most jön az időváltozás, ugye, ki kell cserélni az autókon a téli gumit, nyári gumit, stb. Ezt is csinálhatná, és én azt gondolom, hogy miután az ügyész indítvány is tartalmaz foglalkozástól eltiltást is, tehát ami a jogászi hivatásrenddel összefüggő végzettséghez kötődő szolgáltatás, annak az eltiltását is indítványozzák, én azt gondolom, hogy ez nem szerencsés, de a gyűjtvédi kamarai szabályok úgy szólnak, hogy addig, míg valaki nincs jogerősen elmarasztalva, addig az ártatlanság vélelme őt is és mindenkit megillet. Következésképpen fegyelmi úton eltávolítani nem lehet, fegyelmi úton nem lehet felfüggeszteni az ügyvédi tevékenységét, kamarai tagságát, elindítanak vele szemben egy fegyelmi eljárást, de rögtön fel is függesztik, egészen addig, míg a vele szemben indított büntetőeljárás jogerősen be nem fejeződik. Na most ebből következik megint az, amit te mondtál, és amit kérdeztél, hogyha elfogadná ezt a tárgyalás mellőzéses, akkor sokkal hamarabb fejeződik be a büntetőeljárás, és akkor be kell állítani a fegyelmi eljárást. Ha elhúzódik, akkor annyival húzódik, ennek a következményeit is később kell csak viselni. Megvádolnak mondjuk egy embert, teljesen mindegy, gipszjakabot, hogy ezt szokták volt mondogatni, és az hogy veszi ki magát, hogy azt mondja mondjuk akár a tárgyalóteremben, hogy na de kérem szépen, X urat, Y urat, X hölgyet, Y nem, csak engem, szinte ugyanazért. Ez nem borítja föl a jogrend iránt érzett bizalmunkat? Hát azt kell mondanom neked, hogy itt van két fontos érvrendszer. Minden ügyet csak konkrétan lehet megítélni, és a bíróság hozott anyagból dolgozik. Tehát, hogyha Völner urat, meg Schadl urat, és még 19 vádlottársat akarnak abban az eljárásban bűnvád eljárás alá vonni, és esetleg elmarasztaltatni, büntetésüket kiszabatni, illetőleg a bűnösségüket megállapítatni, akkor a bíróság csak az ő tevékenységüket vizsgálhatja, de persze a védekezés az szabad. Hát lehet azzal védekezni, hogy ő nem követett el szinte semmit, bezzeg a másik, igen. Tehát a védekezésük korlátlan ebből a szempontból, a bíróság pedig mérlegel. Tehát azt nem mondhatja a bíróság, hogy abban a ti eljárásotokban én majd el fogom bírálni másoknak a cselekvőségét, mert vádhoz kötöttség elve van, és csak azokat az ügyeket lehet felderíteni és föltárni a bíróság előtt, amit a vádhatóság odavitt. Na most az ilyen cselekvőségeknél, az ilyen magatartásokon, ahol több vádlott van, akkor gyakran előfordul, hogy nem egyezőek a vallomások. Hát itt is voltak önvallomások, akiket eljárás alá vontak, voltak olyan végrehajtók, akik elmondták tisztán, hogy kérem tőlünk, Schadl úr, igen jelentős belépési díjakat kért akkor, amikor jelentkeztünk egy végrehajtói állásra, utána pedig havonta úgymond elvette a jövedelmünket, és ő osztott nekünk vissza kvázi bért, hogy megélhessünk, és akik ezt éppen föltárták, azoknak a vonatkozásában az ügyészség sokkal méltányosabb. Például felfüggesztett szabadságvesztést, büntetést indítványoz. Tehát ha vannak vádlottársak, azok közül vannak, akik keményen védekeznek, és azt mondják, hogy nem is voltak itt, és igazából Libanonban töltötték az életüket, és nem itt Magyarországon, tehát hogy kerülnek ők vádlottak padjához, és vannak, akik pedig őszintén feltárják a vallomásukban a történéseket, és a bíróság ezt fogja összerakni, és a bíróság így állapít meg majd egy tényállást, amiből lesz egy ítéleti tényállás, megállapítja, hogy kinek mi volt a szerepe, mi volt az egymáshoz való viszonyuk, és kinek van itt vezető, kinek van itt esetleg enyhébb megítélésük szerepe. Völner úrnak a helyzete nagyon problematikus, mert az, hogy van egy ilyen korrupt végrehajtó vezető,
talál hozzá egy partnert az államapparátusban, az a teljes lejáratása a közhivatalnak, a teljes bizalomvesztése, és a társam nem fogja tudni elképzelni, hogy akkor a mi vezetőink, akkor ezek szerint megvásárolhatóak, és a döntéseiket befolyásolhatja magánérdek. Hát akkor, ha ez az üzenete az ügynek, és itt a válasz, ennek a magyar kormánynak, a mai hatalomnak egyáltalán nem érdeke, hogy az egyik fontos embere, a második embere az igazságügyi apparátusnak előzetesben legyen és börtönben várja ki a büntetését, mert kifelé azt üzeni, hogy van nálunk korrupció, holott most azért megyünk Európába, adjátok ide a nekünk járó pénzeket, nálunk korrupció. Hát még olvasni se láttuk ilyet, nemhogy megvalósulna, tehát nem ülhet börtönben az, aki része az apparátus. Látszólag. Igen, és ugye az nem része a korrupciónak, ha ott van a vádirat? Az jót tesz, mert ez azt jelenti, hogy mi mindenkivel szemben fellépünk. De mindeközben jár kell, bármit csinálhat. Bármit csinálhat, és akkor megvan ez a látszat, ugye? Mert az egész magyarországi javaslattétel az európai pénzek megszerzése érdekében, nem akarok áttérni másik témára, de ez egy ilyen ígéret halmaz. Ezeknek a megvalósítása és az egésznek a realizálása egy külön történeti helyzet lesz, és meggyőződésem, hogy ameddig ez nem valósul meg, addig a pénzek sem fognak rohangálni, legfeljebb csak csurdogálni. Következésképpen, amikor egy ilyen fontos ember ellen ilyen büntetőeljárás van folyamatban, akkor az ő üzenetét a kormány próbálja úgy megjeleníteni, hogy mi mindenkire rácsapunk, mi mindenki ellen eljárást indítunk. Az igaz, hogy egy évvel később az megindulás után zároltuk csak a vagyonkáját, ez is igaz, meg az is igaz, hogy ő mint Orwellnél, ugye, egyenlőbb az egyenlőknél, és őt nem fogjuk előzetesbe tenni, a többieket pedig majd megfelelő módon elítéljük. Miért? Mert mi nem hagyjuk, hogy korrupció legyen az országban. Ja, utolsó kérdés. Mit szólsz a vasárnapi tüntetéshez? Örülök annak, hogy a társadalom eljutott végre arra a szintjére, legalábbis egy jó hányada, hogy nem kell birkamódra mindent eltűrnie. Nekem is a barátaimnak egy kicsit hiányoznak az egyetemisták, nem tudom, feltűnt-e neked. Mennek a középiskolások, mennek a diákok, mennek a tanárok, mennek a szülők egységben, még szolidaritás is van, szakszervezetek is megjelennek, még mások oldaláról is jön támogatás. Nekem az egyetemisták kicsit hiányoznak, pont 56 emlékeztető okán, ugye amikor elmegy a tömeg a műegyetem rakparthoz, annak az a szimbolikája, hogy 56. október 23-a ott kezdődött, és az egyetemistáknak nagyon nagy a hanghatása, nagyon nagy a megjelenési kategóriája, nekem hiányoznak, és többen nem értjük, hogy ők hogy lennek így eldugítva, talán csak nincsenek bekötve a NER-hez, talán csak nincsenek érdekelvétéve a hallgatói önkormányzatok, talán csak nem húzták ki az erejét a különböző kuratóriumoknak és a különböző szenátusoknak azáltal, hogy átadták a mecenatúrát, és másképp kell működniük, mint eddig az egyetemeknek. Itt talán nem lehet az oka, de furcsálom, hogy ők nem vesznek részt. Annak viszont kifejezetten örülni kell, hogy a magyar társam rádöbbent arra, hogy nagyon sokszor becsapják, nagyon sokszor átverik, és ezzel összefüggésben kifejezik a tiltakozásukat. Annak nincs különösebb jelentősége, hogy hányan mennek, annak van jelentősége, hogy mindenkit érintsen meg. Ez a háború, meg a rezsi, meg a euró-forint árfolyam együtt hatása, az élelmiszerárak és a hatalmas infláció amúgy is elégedetlenséget jelent. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek kifejezés formájához teljesen hozzátartozik a tiltakozás és az utcára vonulás. Volt lendület, kitart ez a lendület, és kinek a feladata ezt a lendületet még megtartani? Civileknek, ellenzéki pártoknak? Mindenkinek. Mindenkinek, akinek az az érzése, nem az a 2,5 millió ember, aki mindig a Fideszre fog szavazni, mert istenként tisztelik a vezetőt, és teljesen mindegy, hogy éppen mit mond, vagy mit cselekszik, ők akkor is ezt az utat fogják járni. Akik viszont nyitott szemmel járnak és demokraták, azoknak az egységéhez, az egységes fellépésre szükség van. Nagy dilemma ez, hogy pártok vagy civilek vagy szakszervezetek, mindenki. Mindenki meg kell találni megfelelő helyet, olyan, mint egy fontos színdarab. A fontos színdarabban is ki kell osztani a szerepeket, de ebből aztán egy harmonikus előadást kell produkálni.
Nem lehet azt, hogy mindenki a saját hangszerén játszik, és abból nem lesz zenemű. Tessék szívesen olyat művelni, hogy aztán ez élvezhető legyen, hallható legyen, és a jobbító irányba mutasson. Ezt úgy hívják, ha jól tudom, hogy összhangzattannak, vagy valahogy így hívják a zeneművészetben. Igen, igen, harmóniának hívják. Ezt kell megtanulni mindenkinek. Gyakorolni kell, ezért örülni kell ezeknek a felvonulásoknak, remélhetőleg folytatódnak, látom a pedagógusban az elszántságot. Nevetséges, és megmondom őszintén, hogy felháborító a hatalomnak az a hozzáállása, hogy majd akkor kaptok béreket, és akkor lesz nektek helyetek ebben a társadalomban. Amúgy az unió. Ha az unió pénz, semmi köze nincs az uniónak ehhez. Mindent már oda tesznek. Hát most nézd meg legutóbb a napkollektort. De az emberek elindultak napkollektort vásárolni, hogy majd akkor megoldják a kis áramproblematikájukat. Nem tudják. Majd közlik, hogy most akkor visszavonjuk a pályázatokat, és nem veszük át az áramotokat. És akkor szoros összefüggésben, erre is azt mondja a hatalom, ha majd jönnek az EU-s pénzek, akkor megnyitjuk újra ezeket a csapokat. Nem kéne az embereket ennyire hülyére nézni, mert az emberek normálisak. Így igaz. Köszönöm szépen, hogy tudtuk beszélgetni. Én is köszönöm a lehetőséget.